Lackfi János, igaz mese a karácsonyról. A hatalmas Isten nagyobb minden óriásnál, tenyerén tartja a házakat, utakat, erdőket. Egyszer mit gondolt, mit nem magában, fejébe vette, hogy leküldi fiát a földre, hogy találkozzék a gyerekekkel, meg a felnőttekkel. Isten megnézte magának az összes lányt a világon, a királylányoktól a kolduslányokig, és úgy találta, Mária a legkedvesebb, legaranyosabb, legjobb szívű. Nem baj, hogy nem gazdag. A gazdag Isten rábízta a kicsi fiát. Azt hihetnétek, hogy Isten keresett Máriának egy gazdag férjet. Így ő lett a szegény lány, aki egyszeriben drága ruhákat hordhat, drága autón jár és palotában lakik. És 7000 szolga szaladgál körülötte, és ha babája születik, egyik pelenkát hoz, másik popsikenőcsöt, harmadik rugdalózót, negyedik cumisüveget, ötödik orszívót, hatodik vitamint, hetedik... Hát nem. Mária éppen akkor akart férjhez menni, a vőlegénye egy József nevű ácsmester volt, egyszerű, szegény ember. Asztalokat, székeket, szekrényeket készített. Mária éppen otthon szöszmötölt. Mosogatott, főzött, takarított. Vagy ilyesmi. Képzelhetitek, hogy meglepődött, mikor egyszeriben egy szárnyas tollas, fényes angyal röppent be az ablakon. Mi már akkor elámulunk, ha egy kis veréb beszáll a házba, nem? Hát még egy igazi angyal? Nem semmi. Beszélt is az angyal. Mondta Máriának. Áldott vagy, Mária! Téged választott ki az Isten sok millió lány közül. Te fogod megszülni az ő kicsi fiát. Na de hogy lehet ez? Még férjhez sem mentem, és Józseffel nem bújtunk annyira össze, hogy babánk születhessen. Nem gond, az Isten megérinti a pocakodat, és beköltöztet oda egy kisbabát, akinek Jézus lesz a neve, és ha felnő, az összes embert nagyon fogja szeretni. Van kedved hozzá? Kicsit meglepő, de hogy ne lenne? Isten babáját hordozni nagy öröm. Úgy is lett. Isten kisbabája beköltözött Mária hasába, és növekedett szépen. Józsefnek furcsa volt, hogy a pici nem csak az övék, hanem Istené is, de az angyal megjelent neki álmában, és mindent elmagyarázott. József pedig megnyugodott, és elvette Máriát feleségül. Mikor Máriának már nagy pocakja kerekedett, elindult, hogy meglátogassa a rokonát, Erzsébetet, aki szintén babát várt. Jó sokáig ballagott, árkon bokron át, de csak odaért végül. Lássatok csodát! Amint Mária megérkezett, Erzsébet hasában bukfencezni kezdett a kicsi János baba. Úgy megörült Jézusnak. Tudta, hogy a barátja lesz, ha mindketten megnőnek. Pacsizni még nem tudtak, mert mindkettő a mamája hasában éldegélt. Mikor Mária már nagyon készült a szülésre, Jézus meg a születésre, az akkori király Heródes elhatározta, hogy összeszámoltatja, pontosan hány ember él a birodalmában. Éppen úgy, ahogy a kisgyerekek is szeretik sorba rakni a babáikat vagy a katonáikat. A király kihirdette: mindenki menjen abba a városba, ahol született. Ott majd szépen összeszámolják. József messze földről származott, Betlehemből. Valahogy el kellett jutniuk oda, de nem volt se autójuk, se helikopterük. Igaz, akkoriban ilyenek nem is léteztek. A királyok is lovon vagy lovaskocsin jártak. Józsefnek még lóra sem volt pénze. Mária nagy pocakkal egy csacsi hátán zögykölődte végig a hosszú utat.
Amikor megérkeztek, felírták őket egy végtelen listára. Aztán mehettek, amerre akartak. Igen ám, de a város tele volt vendégekkel. Már minden szálláshelyet elfoglaltak. Sehol nem fogadták be őket. Hosszas keresés után, iszonyú fáradtan, végül találtak egy istállót, ahol bocik és kecskék között megszülethetett a kicsi Jézus. Nem kórházban, mint a mai gyerekek, nem is palotában, mint a gazdagok kicsinyei. Az angyal szólt a pásztoroknak, akik a közelben a birkáikat őrizték. Hamar nézzék meg a világ újszülött pici királyát! Ha felnő, szeretni fogja az összes, de tényleg az összes embert. Jöttek is a pásztorok nagy csodálkozással, sajtot, vajat, túrót hoztak ajándékba. Messze-messze, napkeleten, három bölcs király meglátott az égen egy fényes csillagot. Tudták, azt kell követniük, és meglátják a világ új kicsi királyát, aki az összes ember tudja majd szeretni. Mi legfeljebb pár ember tudunk igazán szeretni, nem? Neve is volt a három királynak. Egyik Gáspár, másik Menyhért, harmadik meg Boldizsár. Lóra pattantak, s először a királyi palotába mentek Heródeshez. Kérdezték, hol az új kicsi hercegecske? Heródes nem tudott semmit Jézusról. Azt hitte, az ő koronájára, meg az aranyos trónszékére fáj a foga. Egy király megijedett csecsemőtől. Hallottatok már ilyet? A három király követte a szép csillagot, és az elvezette őket az istállóba. Rá is találtak Józsefre, Máriára, meg a kicsi Jézusra. Megcsikizték a talpát, de csak Jézusnak, Máriának meg Józsefnek nem. Átadták az ajándékokat. Aranyat hoztak, meg tömjént és mirhát, amiknek nagyon finom illata van. Örvendezve mentek haza. Tudták, olyan királya lesz a világnak, aki minden embert képes szeretni. Heródes rettentően megmérgelődött, érgom-burgom, elhatározta, hogy katonákat küld, kapják el Jézust, nehogy elvegye az ő koronáját. Szerencsére Józsefnek álmában megjelent az angyal, és figyelmeztette. Így aztán felültek a csacsira, és egy másik országba, Egyiptomba menekültek, távol a mérges királytól. A kis Jézus meg egyre növekedett, okosodott, kedvesedett, és mikor felnőtt, nagyon szerette az embereket, az összeset. Még az életét is odaadta értük. De ez már egy másik mese.